Indulás Tihanyból, balatoni kutatásunk megkezdődik az új szonárral. Felmérést fogunk végezni Sajkot és Örvényes térségében. És kérem szépen, Sajkódnál meg is van az első anomáliánk. Le is mentem a koordinátáját. Ez egy kettős testű csónakszerűség. Mindjárt meg is nézzük jobban még a képét. Ebben a pillanatban egy nagyon izgalmas anomália mellett megyünk el. Ez már a Sajkódi öbölben van, és itt, mint a cölöp állnak ki a mederből. Hát ezt most még egyszer meg fogjuk nézni, át fogunk rajta menni, lementettem a koordinátáját. Előttünk ez a Sajkódi strand, itt bent. Mellette a Nádas, és most a Tihanyi félsziget fele fogunk menni. Látszik ezen a képen, hogy ezen a pontokon mértem a pozíciókat. Most ha egyenesen haladunk, akkor át fogunk menni azon az előbbi anomálián, amit bemértünk. Így kellene egyenesen menni. Akkor váltok is képernyőt. Egy kicsit tartsunk balra. Egy kicsit balra tartsunk. Jó, és akkor most egyenesen. És most teljes képernyőnézetre állítom. Elvileg át fogunk menni a célterületen. Nézzük együtt, mi lesz a képen. Ez a felfénylés azt mutatja, hogy itt megváltozott a szerkezet. 250-es a vízmérség, és itt van egy ovális terület, benne egy nagy, környezetéből jelentősen kiálló objektummal. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pozíció, amit mindenképpen érdemes lesz majd búvár technikával megmerülni. De egy kép alapján nehéz megmondani, ez pontosan mi, majd lementett képernyőfelvételt meg fogjuk jobban nézni. Haladunk tovább, keressük a következőt a Sajkódi öböl belsejében. Az előbb itt egy csónak bukkant fel mellettünk, nem régészeti lelet, de annak demonstrálására jó lesz, hogy a Balatonban hogy néz ki egy csónakroncs. És itt van, ő az. Látszanak benne az ülések. Le is mentem. Egyelőre befejeztük a Sajkódi öbölben a felderítést, illetve az Örvényes előtti területen a szigetkeresést. Találtunk egy ladikót, egy katamarántestű valamit, valószínűleg egy vízibicikli maradványt, és itt a Sajkódi öbölben egy olyan foltot, ahol azt gondolom, hogy keményebb az alzat és mindenféle dolog kiáll. Most megyünk vissza Tihanyba, és még útközben azért nézelődünk egy kicsit. Első próbálkozásra egészen jók voltunk. 5 fős csapatunkkal, gyönyörű környezetben, egész normális őszi időjárási körülmények között kutattunk.